Na re. Hát Dóri megmondta nekik. De közönnek meg vége van. Dóri megmondta, hogy szakemberre szeretne beszélni. Aztán mondta elvileg a, hát a csaj, hogy, hát, hogy tudja, hogy mi az a streaming. Hát de úgy látszik, hogy nem tudta. Áramtalanítani kell a routert, meg megfelelő kompjúter kell, meg a kábelek, meg a videókártya. Sebességmérés. Úristen, veszem, get the fuck out. Nem tudom. Mindegy, fityi, ez most digi, de az összes szar tehát. Nem is értem. Tehát ne, én azt értem, hogy sebességmérést azt hogy lehet mondani? Tehát, hogy... Tehát, érted, hogyha elmegy mondjuk egy vagy két perc az internet, akkor mi, mérjem a sebességet konstans, fél órán keresztül, és hopp, elment, vagy nem is értem, hogy... Tehát, nem úgy kell mérni? Nincs is köze a sebességnek ehhez. Tehát nem a sebesség a szar, hanem a stabilitás. De nem, hát hogy mérjem, hogyha nincs? Tehát elmegy két percre, mit mérjek, hogyha... Nem is lehet mérni, mert nem tudom mérni, hogyha nincs. Ha elmegy a net, akkor nem tudom megmérni a neten az, hogy milyen a sebesség. Szebbi fly. A vérnyomást, azt lehetne mérni. Ja, és igen, ugye, igen. Az összes, tehát a telefon is szaranet, a gép, mindkét gépen szaranet, biztos akkor a mi hardvereink, meg a kábel a szar, meg áramtalanítani kellett, van azt az olcsi. Az meg nincsen. Van, van. Hát ez miért? Ez egy nagyon szar kezdés. Megindít egy YouTube videót. Ez jó! Az a baj, hogy... Az a baj, hogyha kijön egy ilyen ember, akkor... Ez faszek! Ott nézzél, ördögűzőt kellene hívni, hogyha ilyet hallanék. De tényleg, basznek, tehát... Bárki dolgozhatna ott, bárki dolgozhatna ott ilyen tudással. Mármint azt, most, azt mondjuk megértem, hogy nem tudja mi a probléma, de azt mondani, hogy elindít mondjuk egy videót, azt betölt, azt így jó a net. Egyedi. Nem akarom seprűt elhozni. Na mindegy, szóval re, hogyha megint elmegy, akkor net a szar. A szaki. Ez viccesen hangzik. Ez jó. Szia, Pepu. Szia, Pajti, sziasztok. De tényleg, tehát, hogy... Ja, azt meg tudom érteni, hogy nem tudja mi a gond. Hát én is tudom mi a gond, de hogy nem nálunk van, hanem náluk van, az biztos. Most hát... Ja. Nem tudom, úgy kéne, hogy bele legyen minden a táskámba, ha érted. Mm-hmm.
De miért nem mondhatja? Hát én, mert azért, hát nem feltétlenül, mert mint hogy értem, hogy miért nem mondhatja, de hogy hát nem feltétlenül egyértelmű, hogy mi a probléma. Lehet, hogy most, amit tudom, az időjárás miatt van valami szar, de hogy, tehát érted, tehát hogy azt mondani, hogy mit tudom én, tehát... Na mindegy. Bár mondjuk biztos mindenki így telefonál, hogy... Nem tudom, nem mindegy. Hát, most jó lesz. Dóri oda pörkölt egy kicsit nekik, aztán most izé... A Telekomnál sűrűn volt ilyen, én emlékszem. Még biztos most is csinálják. Ott, hogyha elkezdesz fenyegetőzni, hogy lemondod, meg ilyenek, akkor van, hogy még azt mondják, hogy hát izé, van most nekik egy jobb csomagjuk, meg mobil erősítés, meg izé... Na mindegy. Nem ez a gyerek volt az előbb is? Kétszer megkaptam, én esetlen az lehet. Dead game, nincsenek playerek. Köszi Filiz, köszönöm szépen. Üdv az arénában, sziasztok! Elég ez olyan, elég jó. Kb. Az a baj, hogy staffot már szar csinálni. Ott van a gomb. De itt is el vagy, azt mondta Dóri. Hát amúgy nem is tudom, mit lehetne mondani. Igen, mind a két gépbe szar a kártya. A hálókártya, a videókártya, az összes hardware szar. Én azért telefonálok, mert hát igen. Hát amúgy városfüggő, de mind a kettő lehet szar mindenhol. Meg általában olyan nincs, hogy... Hát nem úgy lehet, hogy van valamelyik jó tökéletesen, de... Nem. A telefonomon is szar a wifi is. Egyszerre, hirtelen jött ez most. De hirtelen jött ez, most nem értem. Tehát akkor lecseréljük a telefonunkat is, meg a videókártyát is, meg a hálókártyát is.
Jobb így. Szerala. Igazad van, Roland, igazad van teljesen. De akkor is. Lehetne egy olyan protokoll, hogy ezt mond, egy ilyen, tudod, egy ilyen kül, nem is tudom, a, ott alul a sarokban, vagy nem tudom, valahol oda van írva, hogy ha ezzel kezd, vagy hogyha ezt a szót hallod, akkor ugord át az első 8 részt. Amúgy jó szar ez, de... Nyilván, hogyha ezt upgrade-eljük majd, akkor abból lesz a damage-nek a... Jeszenski. Ne, jó, mindegy. A démonik jó lenne, meg ezt el kellett volna váltani, na mindegy. Cserélni. Nem tudom, hogy kéne ezt jól. Szia, Barna. Szia, Szergyi. Szia, Dani. Szia, mindenki.
Nyilván ez jobb lenne. Ott van. Nem, ez ilyen Darksaber Poison, ja, Darksaber Poison debuff. A Darksaber többet sebez minden debuff után, ugye a Curse Dagger is föltesz mindenféle debuffot, ugye a Pandemonium Poison, ugye az is debuff, azon kívül ugye a Potik szeret, tehát hogy a Pestilence-re rakunk föl, amúgy az nem tudom, nyilván ezek életben is tartanak, igazából ennyi. A potikat azért csináltam, mert nagyon sok regent vettem ki az elején, mert hogyha véletlen máshogy alakul az eleje a buildnek, akkor akár a Staff of Unhealing-el a potikat tudom arra is használni, hogy damage-elek. Így meg inkább életbe tart, meg procoljuk ezt, ami még debuff. Ja, mennyi? Nagyjából a buildnek a... Ja, ezek a buildet potik, ja. Annyi a para ebben, hogy a Darksabernek ugye mana kell, szóval a Lightsaber jobb volt ezekkel. Ezekkel a potikkal. Most már viszont mana kell, de ugye vannak gemjeink. Remélhetőleg lesz elég mana, szerintem ezt is mesélem, hogy minden fegyver adjon manát. Minden ütésnél kapjunk manát. Hogy a Lightsaber tudjon felrakni még blindot is, és akkor az még több debuff. Adjuk. Oda berakadtunk volna valamit, ami még poison ahol. Az is komoly build volt. Amúgy kb. Szerintem minden build kurva erős, amiben van egy csomó nagy fegyver és heroic potik. Mert ugye a nagy fegyverek nagyon ütnek, csak az a bajod ugye, hogy nagyon-nagyon sok stamina. De hogyha van pár potid, akkor kitart addig a nagy fegyvereknek a damage-e, hogy meghalsz. Hogyha ez alatt nem halsz meg, akkor viszont trombitál végig. Hát jó, ennek most 27% volt a kritje, hát benne van, hogy kritelt, de nem, még csak nem is kritelt a gyerek egyet se. De egyet kritelt, 48 az nem rossz mondjuk, elég jó. De ja. Hát nyilván volt rajtam egy csomó blind, szóval vak voltam, de... Hát egy. Azzal már nagy lenne szerintem a stamina usage. Szerintem nem éri meg még egyet. Én szerintem. Bár itt lenne, de 20-ba kerül. Amint megérné csak tudom el a bigedet azt úgy folyt, vagy tovább csinálni.
Az a baj, hogy ugye stamina. Egy. 0,7 meg 0,4 az 1,1 meg 0,8 az már 1,9 és van 6 staminám. Az, hogyha shieldes az enemy, akkor kabát. Mert amúgy, hogyha csak megtartom, és ezzel meg blindot rakok föl, olyan szempontból amúgy jó. Tehát lehet, hogy le tudom burstölni. Ha azt csináljuk, hogy megveszem. Goes our love again. Mert így... Mert így... Ez felrak egy csomó blindot a potik után. Meg ugye még most van regen. Ami ezt lehet megveszem csak azért, hogy stamina legyen. Bár... Hát jó, volt trombitálás bőven, de a végén annyi debuff volt fenn. Cocoa my heart. De akkor is jobb neki, nem? Mert ő már nagyon gyorsan itt a labból. Többet nyerünk, hogyha... Ja. Nem tudom. Ez is jó. Na hát jó, ez az utcsó körünk. Mások ezt mennyire lehet megverni? Két shieldje van. Fatig. Elég sok coldot rakunk fel amúgy, ami belassítja még jobban őket. Az armorát átütjük, csak staminánk nincs. Szerintem a fél HP-ra megyek, kapok staminát. Igen, most beütünk. Még ez is porcol, és igen. Hmm.
Na ez. Ez, azt mondod, nem? Azt mondod mi? Aztán. Mit lehetett volna rólni? Hát az mit gondol? Erről beszéltem, és csak három potia volt, vágod? Ez a játék. Látjátok? Csak három potia volt. Hát, mert három potia volt. Hát most érted, mindegyik nagyot üt. Nem üt, viszonylag nagyot üt. Elfogy a staminája, procol, megint üt, elfogy a staminája, megint üt, és vége a game-nek. Azért mondtam, hogy szerintem ez, az ilyen buildek, mármint nem feltétlenül ez, hanem igazából bármilyen fegyver, ami nagyot üt, potikkal, így ez a game. Mármint ez szerintem ugye a legjobb. Nem tudom, mi állítja meg, mert és én még sokáig húztam 8 szek, az vágott, hogy milyen gyors. Most gondolj bele ugyanebbe, úgyhogy amúgy sok blind is van rajta. Tehát, hogyha mondjuk kettővel kevesebb van, és ahelyett blindot rak föl, akkor szerintem azonnal haltam volna. De azért működik ez, meg ugye ez például nem is értem, hogy tehát egy kicsit átrendezte volna a dolgokat, ez adott volna egy csomó regent, amit átvált blindra. Pluszba. De ja. Nagy card build. Amúgy lehet, hogy lehetne azt próbálgatni, csak annyira nem annyira nem lehet rá támaszkodni. Meg hát főleg Ranger-re tudod ezt megcsinálni. Ugye, mert azzal kritelni is tudsz. A gyors buildeket Ranger-ből tudod csinálni. Szóval, hát hogyha nem jön, ha nem jön a nagy card, akkor mit csinálsz? Megnézem, megpróbálok neked egy Rangerből egy nagy kardos buildet. És az a baj, hogyha nem jön, akkor mit csinálsz? Érted? Lehet mondani, hogy jó, akkor konti, akkor más kardot veszek. Hát jó, de... Répasz kell hozzá. Nincs staminát, te barom! Na, bocsánat. Köszi. Hát amúgy jobb lenne banánnal, ha érted, de... Na. Mondjuk Reaper ellen jó ez. De a Reaper ellen nagyon jó. Hülye vagyok. És a Reaperekkel van early a probléma. Úgyhogy Reaper ellen ez így tök jó. Mert a Reaperek sustainelnek. Három ripszó. Érted, akkor a ripszó is az, hogy, tehát, hogy ripszóból minek akarna többet, akkor már kiveszel ilyen fancy fence-et, meg mit tudom én. Na hát.
Az a baj, hogy tehát... Nyilván erősebb az ásó, egy picivel, de nem, tehát nem a legjobb. Semmilyen szempontból. Control, control, bal klik. Vagy így. Szívesen. De súlyka. Ez a baj, nincs damage. Aznek a répák lehozzák a Reaper ellen. Na, ez mondjuk... Hát jó, csak ebből meg akkor nem az lesz, amit beszéltünk, ha érted. Ez a helyen mennyit lehet kisajárjál. Hát jó, ez most elég nagy fájnó, de ebből akkor nem lesz megint nagy kard. Megígérted! Voltál a kiválasztott! Na. Bár... engem is nagyon jó. Nincs hely, nincs pénz. Igen, persze. A chatről is voltak már sokan. El nem. Most nem tudtuk átbursztolni a lifesteal-t. Az a baj, ugye, hogy nincs a táskában a fegyver, bár... 10% lenne csak. Vagy mennyi 5. Hogy annyira nem probléma, de... Hmm.
Fos ez, nem? A pozi. Legalábbis a madárkának. Meg azt lehet, hogy így. Tudom, így még inkább lightsaber szeretnék. Csak. Egy poti nem rossz, hogyha procolni kell mondjuk egy másik potit. Majd. Formáló. Hát jaj, de már kellene poti. Poti kellene. Nem. Vagy ezt eladjuk is még egy. De az 11. Amúgy eladjuk. Ugyanúgy poti kellene. Lehetne még az ehhez. Amúgy itt a kar, de innen már átváltani, az inkább csak trovi. Ha kb. Két poti és akkor... Két poti és virin. Soha, na de nem tudom mennyire lesz hely, semmennyire.
Szerintem lehet, de szerintem lehet, de kb. Lehetetlen. Mármint, hogy lehet, de így, tehát annyira kicsi az esély. De nem vagyok szó, hogy ki biztos benne én. Fú, nem tudom. Ha tőlem kérdöd. Hát nem jött még egy, és nem húzta ki. Nem húzta ki addig, sajnos. Lehet, hogy még egy stamina potion nélkül a harmadik az már fail volt. Vagy sokkal több blind kellett, mert csak sokkal többet van a burst. Na még egyet, aztán megnézhetjük a TFT. Szia, hello mindenki. George. Lehet, hogyha nagy kardot akarnék, akkor Wooden Swordnak van értelme kezdésnek. Amúgy. Nyipi! Ó, lehet, hogy inkább így, hogy ez van. Ők ezt. Nem a legjobb, de ennyire itt nem akarok mind maxolni, szerintem ez elég. Azt nem biztos, hogy eladni akartam. Lehet, hogy mert szar volt az egész net, azt az megzavart. De Cortez. Meg hát amúgy újraindult vagy háromszor stream, úgyhogy majd biztos kiváltja még valaki, mert igen, he. Hát akkor a Twitch is szar, ugye? Klasszik.